A következő kísérletet kénhidrogénnel, más néven dihidrogén szulfiddal végzem. Tudjuk, hogy a kénhidrogén fémekkel jelzetes színű csapadékot képez, ezek a fém szulfidok. Ezt az analitikai kémia mutatja, használja is oldatokban lévő ionok kimutatására. Az egyik edényben cinkszulfát oldat, a másikban pedig rézszulfát oldat található. Ezekbe első lépésben szűrőpapírt áztatok, hogy mire szükség lesz rá, jól átitatódjon. A cinkszulfát oldatba előzőleg ételfestékkel megfestett szűrőpapírt teszek, hiszen a keletkező cinkszulfid csapadék fehér színű, és így remélhetőleg jobban fogjuk látni. Ezt követően a kémcsövekben lévő vasszulfidra sósavat öntök. Ilyenkor kénhidrogén gáz keletkezik, ami zárt tojásszagú. Mind a két edényben beindult a gázfejlődés. Én az átitatott szűrőpapírt a fejlődő gáz útjába helyezem. A rézszulfát, hol a színe ugye jól látható kékes elszíneződés, és azt is látjuk, hogy egy sötét színű csapadék keletkezett, sötét barna rézszulfid csapadék. Nézzük a másik esetben. A cinkszulfáttal átitatott, megfestett szűrőpapírt ide helyezem, és reménykedem a fehér színű csapadék megjelenésében. A kémcső falán már látszik a megjelent csapadék, csak egy picit az ételszínezék beleszól.